Sziasztok, srácok, lányok, én Szabó vagyok, és itt vagyunk Fruzsival. Sziasztok. És Bettivel. Sziasztok. Betty fog nekünk segíteni elsajátítani a szlalomozás alapjait, de reméljük nem felejtettétek el a legfontosabbakat, mint például a bemelegítés. Legyen rajtatok megfelelő védőfelszerelés. És mindig a korizásra kijelölt helyen gyakoroljatok. Kezdjük el. Kezdjük. Gőkorcsolyával kanyarodni az úgynevezett koszorú lépéssel tudunk, aminek a lényege, hogy a kanyaríven kívül lévő lábunkat a kör közepe felé keresztbe tesszük a másik lábunk elé. Nekem nagy hívásnak tűnik, de megpróbálkozom vele. Jönni fog az. Következő feladat a szlalomozás. Gyertek utána, mutatom, mit kell csinálni. Nekem nem biztos, hogy menni fog elsőre, de megpróbálom. Menni fog az biztosan. Nekem már azért megyeget. Halacskázásnál figyelünk arra, hogy mikor terpezben nyitjuk a lábunkat, hajlítjuk a térdünket, mikor összehúzzuk. Na jó, már csúcsi. Akkor egy kicsit jobban kiegyenesítjük. Na hát megpróbálkozom akkor azzal, amit még sosem csináltam. Ez egy haladó gyakorlat, nem lesz egyszerű. Folyamatosan nézzél hátra, próbáld elkerülni a bójákat. Hajrá, Szabi, ha én már nem mertem bevállalni, akkor itt te bizonyíts! Na hát túléltük a harmadik alkalmat is. Pacsi. Pacsi. Bizony, jó voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük az oktatást. Szépen. Igazán nincs mit, remélem hasznos dolgokat tanultatok. Nekem igazán nagy kihívás volt, mert még nem koriztam ilyennel, de nagyon jól éreztem magamat. Én meg még több lettem szerintem a korizásba, úgyhogy... Reméljük fogunk még találkozni. Jó három alkalom volt ez. Köszönjük, hogy itt voltatok, és reméljük tetszett nektek ez a kis mini videó sorozatunk. Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.